Színház, Tóth Zolka és Illyés Ákos a vendégünk, akiket szeretettel köszöntünk. Kávéházi dallamok. Ugye ezzel készültök jövő héten bemutató, mégpedig a Kamarában. Na, meséljetek egy picit. Sok mindent elárul, azt gondolom, a cím, hogy mire számíthatnak az érdeklődők. De először is, amit szerintem fontos elmondani, hogy ez a Futótűz című előadás helyett lesz, ami ugye a bezárások miatt elmaradt. Ez a próba folyamat és a bemutató, és ennek a helyére készül ez, hogy a közönség azért ne maradjon, a Kamarát szerető közönség ne maradjon előadás nélkül, a bérletes közönség. És hát nagyjából, amit sejtetni enged ez a cím, nagyjából erről fog szólni. Nincs kialakult történet, tehát nem fog ebből kialakulni semmi elejétől a végéig, nem lesz egy íve vagy egy története a dolognak. Ezek kuplék, sanzonok, különböző prózák egyvelege lesz, és a mi dolgunk az Ákival, hogy mi ezt egy kicsit összefésüljük, és ennek a kvázi milliójét megteremtsük. Melyik korszakra kell gondolni? Tehát miből válogattatok? De most a cím, ugye, ahogy mondtad is, hogy az adná magát, hogy a békebeli 20-as, 30-as évek, egy kávéház. És ez igaz is, részben. De van ennek egy másik oldal, egy másik része is. Próbáljuk ezeket úgy összefésülni, illetve úgy vannak összeválogatva ezek a prózák és dalok, hogy nem csak ezekből a békebeli időkből valók ezek a számok, hanem akár maibb, tehát akár 50-es, 60-as évek, vagy későbbi napjainkból származó írások, illetve dalok vannak benne. És próbáljuk azt megmutatni, megjeleníteni, hogy tulajdonképpen annak a kornak a kávéházba járó emberei milyenek lehettek, mennyire különbözőek, ki milyen zenét szeretett, ki milyen verset olvasott, nem tudom, és ezt levetíteni akár a mai korra is, tehát ezért is vannak azok, hogy vannak régi sanzonok, vannak maibb dalok és maibb írások, és itt próbáljuk esetlegesen egy párhuzamot vonni az akkori kor és a mai világ között. Itt elsősorban, ahogy említetted, sanzonok lesznek, meg különböző olyan ismert dalok, amit gondolom mindenki ismeret. Ez fűszerezve némi verssel, prózával, stb. Vagy esetleg megzenésített versek is. Is. Tehát lesznek benne prózák is. Illetve lehet, hogy első hangzás, hogyha azt halljuk, hogy kávéház, akkor lehet, hogy a klasszikus kabaré jut eszébe mindenkinek, vagy kabaré jelenetek. Itt nem feltétlenül erről, vagy csak erről van szó. Itt vannak azért mélyebb lélegzeti vételűbb prózák is, illetve a dalok tekintetében pedig, ahogy mondtad, sanzonok, de például felcsendül egy-két Cseh Tamás nóta is. Tehát, hogy tényleg... Amik megzenésített versek. Igen, tehát amit mondod, mindenféle fajta dalok, prózák előfordulnak benne. De hát tulajdonképpen minden dal valamilyen szinten egy megzenésített vers. Igen. Viszont készültök technikailag is, ami mi kicsit vitatkoztunk itt a kollégákkal, hogy most akkor lesz-e forgó színpad, vagy nem lesz. Ő azt mondta, hogy szerint ez technikailag nem lehet kivitelezni. Ti meg most azt mondtátok, hogy lesz. Hát mind a kettőtöknek igaza volt, ugye? Editnek is és neked is. Mert Editnek igaza volt abban, hogy a Kamarában nincs forgó alapvetően beépítve, de neked pedig abban volt igazad, hogy de meg lehet oldani, mert van nekünk a színháznak egy mobil forgója, ami kifejezetten a Krúdi Kamarába készült, és hát az már 3-4 produkcióban már nagyon jó szolgálatot tett nekünk, és ebben is reméljük, hogy nagyon jó szolgálatot fog tenni. Amit említettél, hogy tulajdonképpen ennek a bemutatója az nem most lett volna, hanem már készültetek korábban. Nehéz ilyenkor újra nekifutni? Hiszen akkor gondolom már az ember fejében megvolt maga a terv. Nem készültünk. Ez egy nagyon, hogy mondjam, egy elég friss ötlet volt. Tényleg, hogy a kamarai bérletes közönséget ne hagyjuk cserben, és hogy valamit muszáj csinálni, és azt találtuk ki, hogy akkor legyen egy ilyen est, ami kvázi olyan dalokból és olyan prózákból van összeállítva, amiket a kollégáink meg mi már mondtunk, vagy már léptünk fel vele, vagy énekeltük, vagy stb. Tehát, hogy ennyivel könnyebb a mi dolgunk, hogy nem kell minden dalt megtanulni, minden prózát megtanulni, stb. Tehát ezek már nagyjából fejben vannak, ezeket csak fel kell frissíteni,
És mondom, itt a fő feladatunk az, hogy ezt összefésülni, hogy nagyjából összeilleszteni, és ezt kisimítani, egy kis piros masnival átkötni, és így átadni a nézőnek. És még annyit hozzátennék egyébként, hogy nem is feltétlenül csak ez volt az oka a technikai rész, hogy ne kelljen újat tanulni, vagy újat csinálni, hanem hogy mindenki azokat a prózákat és dalokat tudja, ami már teljesen az övé, tehát mindenkinek a saját repertoáriából lett. Persze. És ezt igazán magáénak tudja mondani, és hogy szerintem mindenkinek a saját kis dala és prózája az olyan viszonyban van magával az előadóval, hogy ő tud róla a legtöbbet, tehát valószínűleg tényleg a legnagyobb szeretetével és lelkével tudja kitenni a színpadra. Milyen furcsa egyébként említetted, hogy a kamarai közönséget ne hagyjuk cserben, hogy tényleg létezik. Tehát van, aki kimondottan a kamarai darabokat szereti, és inkább oda jár, valaki meg ugye a nagy színpadi előadásokat. De ha már ezt utóbbit említettük, akkor ugye Kapj el, ha tudsz, most volt a premier, hogy sikerült, milyenek voltak a visszajelzések? De kívülről nézted. Igen. Azért néztem Ákira, hogy akkor én beszéljek róla, aki láttam, vagy ő beszéljen róla, aki benne volt, mint az egyik főszereplő. Zajos siker volt, azt tudom mondani. Szombaton volt a premier. Tényleg le a kalappal, tehát tök jó díszletek, jelmezek, tök jók a kollégák. És tehát nem nagyon akarta hazaengedni a néző közönség a szereplőket, úgyhogy mondhatom, hogy zajos siker volt, reméljük ez így is marad, de hát miért lenne másképp? Nagyon nagy druk volt bennetek, hiszen ez nem csak egy nyíregyházi premier volt, hanem hát Európában sem nagyon játszották ezt a darabot. Igen, nagyon kevés helyen mutatták be a világon, Magyarországon biztos, hogy mi először, tehát ő is bemutató volt. Ezért nyilván volt egy kis izgalom, tehát nem volt meg az ezelőtti máshol, tehát nem volt ezelőtt máshol bemutatva, tehát nem volt meg a úgynevezett tesztje ennek, hogy ezt hogyan veszik esetleg Magyarországon. És ebből a szempontból igen, volt bennünk druk, és hát nyilván egy Broadway musicalről lévő szó bődületes munka volt, tehát hogy nyilván a színészek, de a táncosok, de ugyanúgy a díszítők, a kerék, tehát mindenki olyan őrületes munkát végzett, hogy az, ami szombat este megtörtént, az megszülethessen, tehát őrült nagy munka volt, és hát nyilván nagy druk volt mindenkiben. És valóban, ahogy Zolka mondja, tehát hogy ez nyilván picit mi is tapasztaltuk, hogy tényleg megérte. Tehát, hogy hallottuk a végén a tapsot, és tényleg szinte nem akartak elengedni bennünket, tehát, hogy tényleg megérte ez a bűdület munka. Tehát gondolom azt azért az ember érzi már maga a darab közben is, hogy veszi a közönség. Tehát nem azt látja, bár nem tudom, mennyire látjátok ilyenkor az arcokat, vagy egyáltalán van-e arra mód, hogy nézzétek a reakciókat, vagy jó-e, hogyha nézi az ember a reakciókat, de hát abból azt szűrhette volna le, vagy szűrhette ezek szerint, hogy nagyon tetszik a darab. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert nyilván világítástól függ, sokan szokták kérdezni, hogy látjátok a nézőket, vagy nem, és világítástól függ, hogy látjuk az első két sort, vagy többet, vagy nem tudom, de nem is ez a lényeg igazából, én azt gondolom. Én ilyesmiben nem hiszek alapból, így a hétköznapokban, de ott a színpadon, de cáfolj meg, hanem, hogy annyira lehet érezni azt, hogy bemész a deszkára, elindul egy előadás, és energiákat érzel. Tehát, hogyha mondjuk csend van a nézőtéren, érzed, hogy az milyen fajta csend. Feszült figyelemcsend, vagy esetleg kicsit unott, vagy vid. Nem tudom, tehát, hogy energiák jönnek, mennek a színpad és a nézőtér között, és mindent rögtön érzel, hogy szeretik esetleg, nem szeretik. Tehát minden nagyon furcsa dolog, tehát ezt most csak arra mondom, hogy nem feltétlenül abból, hogy látjuk őket, vagy hogy taps van, vagy nevetés, hanem akár egy csendből is le lehet szűrni, hogy ez milyen féle fajta csend. Ez szerintem egy baromi jó dolog. Áki, neked igazad van. Köszönöm, hogy nem cáfoltál meg. Neked meg furcsa lehetett ülni a másik oldalon. Ugye egymást megnézitek, de hát más az, amikor az ember a színpadon van, meg más, amikor hátradőlve tulajdonképpen szórakozni kell. De hát gondolom, hogy ilyenkor meg izgulsz a kollégákért. Persze, természetes. Persze, ez egyértelmű. Igen.